Egy stúdió mai vendége Léva Kovács Róza, matematika, fizika szakos tanár. Köszöntelek itt a stúdióban, Rózsika. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Beszélgetésünk apropója nem más, mint hogy most a közelmúltban megyei pedagógiai díjban részesültél, amelyet Szolnokon a megyeházán vehettél át augusztusban. Ezen a helyen is gratulálok. Köszönöm. De az az út, ami idáig eljutottál, az nem most kezdődött, hanem jó pár évvel ezelőtt. Elevenítsük fel ezeket a lépéseket. Annak idején hogyan gondoltad, miért választottad a tanárpályát? Eredetileg biológus szerettem volna lenni, és ebből adódóan nyilván kedveltem a biológiát. Ennek az alapja az volt, hogy az általános iskolai osztályfőnököm, Dobosné Emike, ő tanította a biológiát, és volt egy pozitív kötődésem. És ebből adódóan jobban érdekelt. Egyébként is azt gondolom, családi oknál fogva is volt egy kicsit a természethez, biológiához több kötődésem. És úgy tetszett, hogy megértettem egy anyagot, és utána olyan jó érzés volt, mikor el tudtam mondani az osztálytársaimnak, segítettem nekik a tanulásban, és talán innen indul, de a családban is több pedagógus volt, keresztüleim is, nagybátyáim, nagynénéim között is jó néhány pedagógus volt, úgyhogy valószínű, hogy innen eredt. Mióta csak ismerlek, ezeket a tevékenységeket mindig nagy elhivatottsággal, szeretettel és rendkívül nagy kitartással végzed, és úgy gondolom, hogy időnként jól esik az embernek az elismerés. Azért a te életedben is voltak ilyen elismerések, díjak, elevenítsük most ezeket. Nem panaszkodom, mert tényleg volt. Azt gondolom, hogy mindig is maximalista voltam, elsősorban magammal szemben. Lehet, hogy aztán a környezetem, a kollégák úgy élik meg, hogy velük szemben is, de tényleg arra törekedtem, hogy amit csinálok, azt teljes erőbedobással. Amíg osztályaim is voltak, úgy gondolom, hogy tényleg értük is megpróbáltam a lehető legtöbbet tenni. Kezdve ott, hogy rengeteg közös programot szerveztem, mindig kirándultunk, két évet leszámítva minden egyes tanévet, egynapos, két-három napos kirándulásokkal zártunk. Tehát tényleg igyekeztem mindig a gyerekeknek úgy alakítani az iskola életét, hogy legyen benne öröm, legyen benne olyan, amire majd később is szívesen visszagondol. Kezdetben diáktűzoltókkal foglalkoztam, amikor az iskolába kerültem 1983-ban, akkor még Calvin út 9-es számú általános iskolának hívták, ami most Kovács tagintézmény. Tulajdonképpen ugyanott vagyok közel 40 éve, de volt vagy 10 néhány neve már az iskolának, az intézménynek. Lényeg az, hogy kezdetben olyan feladatot akartak rám bizony, ilyen tanulmányi munka, statisztika, matekosnak, hát ez biztos passzol, de ez nem az én világom. Én szerettem szervezni rendezvényeket, különböző programokat összehozni, és akkor kitaláltam, hogy kisrendőrökkel, diáktűzoltókkal szívesebben foglalkoznék. És olyan jól sikerült, hogy 10 éven keresztül nagyon sikeres csapataink voltak. Országos bajnokságot nyertünk a diáktűzoltókkal 3 éven keresztül. Nemzetközi meghívásoknak is eleget tettünk. Ausztriában voltunk többször, Lengyelországban, akkor még Csehszlovákiában. Tehát tényleg nagyon jól sikerült összekovácsolni a csapatokat, és nagyon lelkesek voltak a gyerekek. És ehhez kapcsolódik az első elismerésem, ugyanis a tűzbiztonsági munkáért, tehát a diáktűzoltókkal való tevékenységemért kaptam az első elismeréseimet.
Aztán változott a hozzá, 10 év után azt mondtam, hogy az, hogy nyári szünetem sincs, mert készülünk állandóan a versenyekre, ez így nagyon megterhelő, és akkor váltottam. Volt olyan időszak, amikor tájfutó versenyeket szerveztem, gyerekeket bekapcsoltam ebbe a sportágba. Aztán be kellett látni, hogy az, hogy saját magam edzem és versenyzek, meg még a gyerekeket is, az megint csak nagyon sok. És akkor utána maradt inkább a szakmai rész, matematika versenyek, fizika versenyek, és az utóbbi időre maradt a fizika. Szaktanácsadóként, szakértőként is nagyon sok előadást, műhelyfoglalkozást adtam ezeken a területeken, és akkor utána jött, hogy a következő díjaim azok már a szakmának ehhez a részéhez kapcsolódtak. 2009-ben kaptam Ericsson díjat a fizikatantárgy népszerűsítéséért, 2019-ben a tehetséggondozásért kaptam az első életműdíjamat, a Bónisz Bóna díjat, és rá egy évre pedig, amire soha nem gondoltam, hogy én azt valaha is megkaphatom, szintén egy életműdíj, a Rácz tanár úr életműdíj, a fizika oktatása, fizikával kapcsolatos tevékenységem elismeréséül. Mint feladatot ellátó, kaptam többször is meghívást díjátadókra, Rácz tanár úr életmű díjátadása is, és akkor úgy mindig gondoltam, hogy ezek valami fantasztikus dolgok, amiket ezek a kollégák csinálnak. Na, ez az a díj, amit én biztos soha meg nem fogok kapni. És akkor egyszer utálták többen is, mert több jelölőm is volt, hogy én is megérettem erre, és hálásan köszönöm mindenkinek, annak is, aki valamelyik díjra előterjesztett, illetve mindenkinek, aki segítette a munkám, mert hát nyilván persze kellett az, hogy én ilyen nagyon, nagyon elhivatottan irányítsam a dolgokat, és rengeteget dolgozzak, de kellettek segítők is, a kollégák is, gyerekek is, szülők is nagyon sok esetben. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.